Tóth Szente Lilia szerkesztő nevében is nagy szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. Ez itt a Középpont, a mikrofonnál Fekete Rita, és nagy szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket itt a stúdióban, Sós Eszter Petronellát, Franciaország szakértőt, a francia politika szerkesztőjét. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És Szejfó Márt, a Migrációkutató Intézet kutatóját. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És mielőtt elkezdenénk a beszélgetést, hadd hívjam fel a YouTube nézőinknek a figyelmét, hogy a csengőgomb megnyomásával tudnak feliratkozni csatornánkra, illetve a leírásban találnak egy linket, amely az ingyenes hírlevelünkre való feliratkozáshoz fog segítséget adni, és hogy akkor miről is beszélünk ma itt, a Franciaországról lesz szó, illetve Macronnak arról a politikájáról, ami az iszlám megreformálását célozza. És akkor Sós Eszter Petronellához fordulnék először ez ügyben, ugyanis ugye áprilisban választások lesznek, és hát azt is mondják, hogy azért jött most ez az ötlet az iszlám megreformálásáról, mert hogy a társadalomban olyan feszültségeket szül az, hogy hogyan éljenek együtt a muzulmán bevándorlókkal, hogy Macron ezzel szeretne szavazatokat szerezni. Mennyire igaz ez? Két állítás van a kérdésben. Az egyik, hogy Macron szeretne ezzel szavazatokat szerezni, ez igaz. A másik, hogy azért most mert szavazatokat szeretne szerezni, ez kevésbé. Mondom, miről van szó. Emmanuel Macron a hivatalba lépése után viszonylag gyorsan és sokszor ígérte, hogy reformjavaslatokkal fog fellépni az iszlám franciaországi szervezettsége ügyében. Ez egy nagyon régóta húzódó probléma, gondolom fogunk majd róla beszélni. És egyeztetéseket ígért, aztán ez a reform csúszott. És nagyon sokat kellett rá várni. Majd mondott egy nagy beszédet, még a Covid előtt ősszel, ahol már felrajzolta a szeparatizmus elleni törvénycsomagot, ami ugye az 1905-ös kerethez, tehát a laikus állam jogi kereteihez is hozzányúlt. Majd pedig következett az iszlám ernyő szervezetének, nem az átszervezése, hanem konkrétan a lecserélése. Volt a franciaországi iszlámnak egy ernyő szervezete, ezer sebből vérzett, gondolom erről is fogunk majd beszélgetni, nagyon sok probléma volt vele, és egy gyakorlatilag belharcok miatt halálozott el ez a szervezet egyébként, de kormányzati segítséggel, és hát így hívták életre most ezt a fórumot. Az a része biztosan igaz, hogy ennek a fórumnak azért kellett április 10-e előtt megtörténnie, hogy elmondhassa Emmanuel Macron, hogy ebben az ügyben ő lépett. Jelenleg az elnökválasztási verseny továbbra is a jobb oldalon zajlik, a különböző jobb oldalak között, és Emmanuel Macronnak a bázisában is sok hagyományosan jobboldali szavazó is van, tehát nekik ezt az üzenetet el kell küldeni, és hát természetesen Emmanuel Macron szeretné limitálni, hogy az ellenfelei úgy tudják őt beállítani, mint aki gyenge ebben a kérdésben, tehát ez a része viszont teljesen igaz a kérdésben feltetteknek. Ugye mi itt Magyarországon a bevándorlás kérdésével 2015 óta foglalkozunk így mélyrehatóbban, de Franciaországban ez a folyamat azért már évtizedes, ha jól tudom, 60 éve folyik egyfajta bevándorlás Franciaországba, muzulmán hátterű bevándorlók részéről. Omar Szajfot kérdezném, hogy honnan jönnek ezek az emberek, és amikor azt mondjuk, hogy francia iszlám, vagy francia muzulmán hit, akkor mire kell gondolni, mennyire egységes ez? Számos országból érkeznek, itt elsősorban a Maghreb, ami domináns ebben, tehát elsősorban Algéria, Marokkó, kisebb számban Tunézia, Fekete-Afrikából szintén csak kisebb számban, és ugyanúgy kisebb számban Törökországból érkeztek muszlim gyökerű bevándorlók Franciaországba. De ez fontos kihangsúlyozni, hogy nem kizárólag muszlim bevándorlók érkeztek annak idején, hiszen Franciaországba, gyakorlatilag Algériából szinte a teljes zsidó közösség, vagy annak nagyon jelentős része is a Franciaországba utazott 60-as, 70-es évek során, illetve Fekete-Afrikából keresztények is nagy számban érkeztek. Az ebből adódó szociológiai, társadalmi feszültségek, ahogy mondta, már évtizedes kérdést jelentenek Franciaországban, leginkább azért, mert ezek az emberek fizikailag a városközpontoktól távol felépült panelvárosokban lettek beköltöztetve, ahol kialakulhatott egyfajta hibrid kultúra, ami nem is feltétlenül csak az iszlámhoz kötődik, bár kétségtelen, hogy benne vannak egyes muszlim elemek, hanem azokból a társadalmi kultúrákból alakult ki, ahonnan érkeztek ezek az emberek. Itt fontos azt is látni, hogy szemben például Nagy-Britanniával Franciaországban nem feltétlenül
feltétlenül homogének a bevándorló tömbök, hiszen volt olyan, hogy egy Maliból érkezett bevándorló kapott Algír szomszédot, és tehát a francia állam ezt alapvetően összekeverte annak idején, de kialakulhatott egyfajta hibrid kultúra. Ezek a kultúrák nyomokban tartalmazzák az anyaországoknak a kultúráját, és ahogy haladnak előre a generációk, úgy kopnak ki folyamatosan. És éppen ebből az identitásvesztésből következik az, hogy a különböző iszlamista mozgalmak már a 80-as évek óta tudnak terjeszkedni ezekben a társadalmi közegekben, mert ők egy olyan esszencialista vallás megközelítést próbálnak propagálni, ami kizárja, vagy hátat fordít a népi iszlámoknak, amit az első generációk folytattak, illetve vallanak a mai napig is. Az anyaországok próbálnak különböző módon ráhatással lenni, különböző diaszpóra politikákon keresztül a Franciaországban lévő bevándorló közösségekre, de erre vissza fogunk gondolom térni az elkövetkezőkben. De azt kell látni, hogy egy végtelenül heterogén közösségről van szó. Az iszlám a szunnita iszlám legalábbis, ami az iszlámnak a 90%-át adja, a protestantizmushoz hasonlóan decentralizált számos erőközpont van, nagyon is lokálisan működik, ami azt jelenti, hogy nincs egy pápája, tehát nincs senki, akivel tárgyalni lehetne az iszlám nevében, tehát amikor a mindenkori francia állam valamilyen módon szeretné egy ernyőszervezet elé aláhozni a muszlimokat, vagy valamilyen módon kontrollálni a működésüket, számos aktorral kell tárgyalnia, ami már politikai érdekeket és kérdéseket is felvett belföldön és külföldön egyaránt. Világos. Ugye, amikor meghallja az ember, hogy mondjuk az iszlámot szeretné megreformálni Macron, akkor eleve egy olyan kérdés merül föl, hogy úgy tudom, hogy 1905 óta a Franciaországban az állam filozófiája a laicitás, ami azt jelenti, hogy a magánszférába szorítja a vallást, és nem szeretné, hogy, tehát ő nem akar beleavatkozni. Ezt mi változtatja meg, vagy mi változtatta meg? Nagyon érdekes ez az 1905-ös törvény, ennek a címe az, hogy az állam és az egyház szétválasztása. Tehát eredetileg ez a törvény az államnak szól, az állam mot magát és az állam munkatársait, alkalmazottait szólítja fel arra, hogy ők semlegesek legyenek. És ahogy ment előre az idő, ahogy kialakultak ezek az említett konfliktusok, egyre inkább radikalizálódott ennek a laicitásnak az értelmezése, és egyre inkább elvárták, hogy az állampolgárok is legyenek laikusak, vagy ha tetszik, ahogy fogalmazott, egyre inkább a magánszférában gyakorolják a hitüket, vallásukat. Kimondva, kimondatlanul természetesen az iszlámról szólt ez a változás, az összes többi felekezet, a zsidóság, a katolicizmus megharcolta a maga harcait a francia állammal, és ha tetszik, betagozódott ebbe a laikus rendszerbe. És hát nagyon érdekes, hogy amikor azt mondják, vagy fölvetődött korábban, hogy hát meg kéne változtatni az 1905-ös törvényt, akkor ezek a felekezetek azt mondták, hogy maradjon így, ne nyúljunk hozzá. Hát hozzányúltak, és ez számukra is persze most jár plusz terhekkel, de a lényeg az, hogy megváltozott a laicitás értelmezése. És ezzel párhuzamosan, megint csak az iszlám kérdése miatt, fölé lett egy kimondatlan nosztalgia a konkordátumi rendszer iránt, ami a korábbi francia modell, a 19. századi francia modell, amit hát ha nagyon röviden akarnék összefoglalni, akkor úgy hangzana, hogy az állam elismer, fizet és kontrollál. Tehát egyfajta partnerség az állam és az egyházak között. Nyilvánvaló, hogy annyira része a francia republikánus identitásnak az 1905-ös keret, hogy nagyon kevesen merik nyíltan kimondani ezt a szót, hogy konkordátum. De egyébként a hivatalban lévő belügyminiszter 7 évvel ezelőtt kiejtette ezt a szót a száján. De valójában itt az a dilemma és az a kérdés, hogy az állami kontroll irányába el lehet-e úgy lépni, hogy ne kelljen nyíltan kimondani, hogy az 1905-ös kerethez azért mégiscsak valahogy hozzányúlnak. És hát azért jogos a kérdés, amit föltett. Természetesen a mindenkori francia belügyminiszternek kötelessége vallási kérdésekkel foglalkozni, de olyan mértékig, hogy neki kell garantálnia a vallásszabadság gyakorlását, a szabadságjogokat, és hát nem feltétlenül azzal kellene elvben foglalkoznia, hogy egyházak, vallások belső ügyeivel foglalkozzon, mégis ezt látjuk az iszlám ügyében, nem először. A 90-es években is volt olyan fórum, amit belügyminisztériumi bábáskodás mellett szerveztek, utána a most elhalálozott muszlimvallás francia tanácsa, a CFCM. Nicolas Sarkozy belügyminisztersége idején jött létre, és a mostani fórum is állami bábáskodás mellett. Persze az állam hangsúlyozza, hogy hát ő
vallási ügyekben nem szól bele, ő csak a szervezésben segít, de hát itt azért mégiscsak arról van szó, hogy a szervezésben a résztvevőket úgy válogatják össze, hogy olyan eredmény jöjjön ki, ami ebben az 1905-ös keretben meg össztársadalmilag elfogadható. Világos, ugye ez a laicitás egyébként az is magába foglalta, jól tudom, hogy például az állami iskolákban nem lehet a vallási szimbólumokat viselni, olyan ruhadarabokat viselni, amely vallási célú. Ez változott? Az eredeti törvény az állami alkalmazottakra, köztisztviselőkre vonatkozott, tehát a tanárokra, nem a diákokra. Értem. Az egy új fejlemény. Ugye a 80-as évek végén kezdtek el megjelenni ezek az úgynevezett fejkendő viták. Amikor lányokat hazaküldtek, miért van rajtuk fejkendő, stb. És akkor ennek az lett a vége, hogy a 2000-es évek elején betiltották a közoktatásban a gyerekek számára is a vallási jelképek viselését. És a 2010-es években egyébként az egész testet és arcot elfedő öltözetet is, de ennek kicsit más oka volt, nem közoktatási. Tehát ez is egy új fejlemény. Ez az a radikalizálódás, amiről beszélünk, hogy most már az állampolgártól is elvárt, nem csak az állam szolgáitól. Most például arról megy a vita, csak hogy mondjam, hogy milyen messze ment ez a történet, hogy a felsőoktatásban mindenki számára betiltsák-e a vallási jelképeket, illetve, hogyha egy szülő egy iskolai kiránduláson kísérőként megjelenik, vagy elmegy a gyerekért az iskolába, akkor tulajdonképpen közfeladatot lát el azzal, hogy elkíséri a gyerekeket, mert ha igen, akkor ez egy jogalap lehet arra, hogy tiltsák az ő fejkendő viselését. Tehát ez inkább a laicitás kortárs értelmezésének egy megnyilvánulása, és nem az eredeti laikus törvénynek a szó szerinti értelmezése, az csak azt mondja ki, hogy közterületen vallási jelképet elhelyezni tilos. Ezt mindkettőjüktől kérdezem, hogy mi a baj a fejkendővel, tehát ennek nemzetbiztonsági okai vannak, mert erre is szoktak hivatkozni, vagy egyszerűen idegen attól a kultúrától és emiatt? A fejkendő egy összetett kérdés, és két módon jelenik meg. Tehát egyrészt a köztereken is két módon jelenik meg, illetve a diskurzusban, politikai és társadalmi diskurzusban is. Az egyik a női fejkendő, tehát ezt, amit hijábnak hívnak, a másik pedig, amit sokszor slamposan burkának nevezünk, de ezt nikábnak nevezik egyébként, ami az arcot is elfedi. Azt kell látni, hogy az a kibocsátó társadalmakban, migránsokat kibocsátó társadalmakban általában jellemző a fejkendő viselet, a hijábnak a viselete. A hijáb az mindenhol a helyi viseletnek az egyik része, teljesen máshogy néz ki például Törökországban, mint Malajziában, ami megint csak máshogy néz ki dizájnban, mint Fekete-Afrikában, de ez mindenhol integrálva van a helyi viseletben. Ez egy népi tradícióval egybekötött vallásosságnak a kifejeződése. Az más kérdés, hogy Európában, amikor megérkeztek 60-as években, illetve később a családegyesítésekkel 70-es években a családai, a vendégmunkásoknak, illetve a férfi bevándorlóknak, akik előörsként működtek, akkor a feleségeik még kisebb arányban hordtak ilyenféle fejkendőket, mint mostanában. Ennek egyszerűen az az oka, hogy az akkori korszellemben, például a szekularizált Törökországban, például a részlegesen frankofonizált Algériában, vagy ezekben az észak-afrikai országokban is kevesebben hordtak a nők közül fejkendőt, hogyha hordták, akkor sem olyan szinten konzervatívan felkötve, mint manapság. Későbbiekben részlegesen egyébként a különböző iszlamista mozgalmak térnyerése miatt, és itt most még nem az Al-Qaidáról, iszlám államról beszélünk, itt ilyen újra az iszlámot, az iszlámhoz újra hívó csoportokról, mint a muszlim testvérek, a tablighi dzsemaát és különböző szalafita irányzatok, amik megjelentek egész Európában, ők elkezdték leuralni, mondhatjuk, a muszlim belső diskurzust, és elkezdtek az iszlám nevében fellépni, noha a társadalmi beágyazottságuk nagyon alacsony volt akkor is, és most is kifejezetten korlátozott számban vannak jelen a francia társadalomban, de a diskurzusban sokkal dominánsabban jelentek meg. Erre jöttek különböző politikai események, mint az afganisztáni háború, majd először a szovjeteké, majd az amerikaiaké, majd az iraki háború, amik kapcsán az úgynevezett vallási szolidaritást propagálták ezek a csoportok, a globális muszlim gondolatnak az alapjait fektették le a diaszpórákon belül is, és innentől kezdve erősödött az a fajta vallásosság, ami a fejkendő viseletében mutatkozott meg. Ez a hijábnak a története Európában. És itt van a nikábnak a története, az arcot elfedő fejkendőjé, vagy ruhadarabé, ami nagyon is körülhatárolható
politikai iszlámot követő csoportokhoz vallik, társul, például különböző radikálisabb szalafita irányzathoz, illetve az iszlám állam térnyerése kapcsán láttuk azt, hogy ott is az oda kiutazó, vagy ott meghódított területeknek a területeken lakó hölgyekre is rákényszerítették ezt a ruhadarabot, de a nikáb, tehát ami az arcot is eltakarja, az alapvetően a népi iszlámnak nem része, illetve csak nagyon szűk helyen, tehát egyes afgán területeken, ott is a burka, illetve Szaúd-Arábiában, az öböl országoknak ott sem teljes társadalmakban, de szűk részén. Tehát Európában a nikábnak a megjelenése az mindenképpen a társadalomon való kívülállásnak a politikai szimbóluma, és annak a szimbóluma, hogy az a nő nem feltétlenül, vagy az ő közege nem tartja magát az a többségi társadalom kultúrájához tartozónak. Ebből adódóan következtek be számos európai országban a nikábot, az arcnak a fedését tiltó törvények, amelyek nem is keltettek különösebben társadalmi ellenkezést, még a muszlimokon belül sem, hiszen a muszlimoknak is százalékban sem kifejezhető százaléka hordja ezt a viseletet. A hidzsáb, pusztán csak a hajat takaró kendő viszont széles társadalmi csoportokat érint. De ott is nagyon fontos a dolognak a politikai szimbolikája, hiszen a diskurzus lehet, hogy közvetlenül a fejkendőről szól, de végső soron arról szól, hogy hogy kell kinéznie egy európai utca egy utcaképének, és kinek van joga, mely kultúrának meghatározni az európai utcaképeket. Na most egy picit akkor visszakanyarodva, igen, akkor. És még egy ok van, ami miatt ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy folyamatosan női viseletekről beszélünk, és hogy viszonyulunk ezekhez a női viseletekhez, ez sokszor az európai politikai erőket is megosztja. Tehát például, hogy egy szabadság jogként kezeljük-e, hogy egy nőnek joga van fölvenni azt, amit akar, vagy pedig ezt az utcakép problémát tételezzük, vagy, ami szintén gyakori a francia diskurzusban, azt mondjuk, hogy a nők nem saját akaratukból hordják ezt a kendőt, hanem azért, mert van egy társadalmi nyomás rajtuk, hogy ők így viselkedjenek, és akkor viszont ennek a tiltása az a női felszabadításnak lesz valamiféle megnyilvánulása, tehát hogy lehet ezt még tovább bontogatni, és akár ideológiai családokon belül is találhatunk vitákat azzal kapcsolatban, hogy mi legyen a fejkendővel, bár azért a diskurzusban az egyetemi tiltás az egyre gyakrabban jelenik meg, mint egy ilyen járható út. Persze sosem úgy néz ki, hogy akkor tiltsuk be a fejkendőt, hanem akkor minden vallási jelképre vonatkozik, de mindenki tudja, hogy kiknek szól. Vagy pedig létrehozhat akár családon belül nagyobb konfliktusokat is egy ilyen törvény, nem? Tehát nem a felszabadítás felé viheti el a nőknek a helyzetét, hanem talán még rosszabb helyzetbe kerülhetnek, ha választani kell a között, hogy valaki a férjének engedelmeskedik, vagy pedig az államnak. Azért azt látni kell, hogy a muszlim társadalmi közeg csoportok Európán belül, ezek már nem azok a társadalmi csoportok, mint amik az anyaországokban voltak. Tehát a nő és a férfinak a viszonya az sok esetben kiegyenlítettebb, és a statisztikák is azt mutatják, hogy például több muszlim nő vesz részt a felső oktatásban arányaiban, mint muszlim férfi az európai országokban. Tehát itt nem feltétlenül importálódott az a fajta patriarchális modell a teljes muszlim lakosságon belül Európában, ami az anyaországokban jellemző. Akkor most visszakanyarodva Macronhoz egy picit, hogyan képzeli ő el az iszlámnak a reformját? Egyébként ez gyakorlatilag mit jelent? Milyen pontokat jelent? Vannak kiinduló pontok, amiket muszáj megemlíteni. Az egyik az, hogy ma Franciaországban 6-10 millió ember muszlim. Tehát ez Franciaország második legnagyobb vallása. Ami azt jelenti, hogy az állam nem tudja megkerülni azt a kérdést, hogy párbeszédet folytasson a muszlimokkal és az iszlámmal. A második probléma, amelyet már említettünk, hogy nincs római pápa, nincs, nem tudom én, párizsi érsek, tehát nincsen olyan vallási tekintély Franciaországban, aki magától értetődően tárgyaló partnere lehetne az államnak, ezért ezt meg kell szervezni. A harmadik probléma, hogy azok a próbálkozások, amelyek eddig történtek, a totális, ha tetszik, népi iszlám legitimációtól távol voltak. Én láttam évekkel ezelőtt számokat, amikor megkérdezték muszlimoktól, hogy mit tudnak az akkori muszlim tanácsról, és ilyen egészen döbbenetes, hogy 40% körül volt azoknak az arányok, hogy azt se tudták, hogy mit kérdeznek. Tehát nagyon távol volt az úgynevezett reprezentatív ernyőszervezet a muszlimok mindennapjaitól,
amellyel az állam tárgyalni akart, és ezek olyan szervezeteket integráló ernyő, egy olyan ernyőszövetségről volt szó, ahol egyébként a küldő államok egymással is folytatták a csatát a dominanciáért. Tehát Törökország, Algéria, Marokkó. Így van. Ez nyilván a francia államnak régóta szúrta a szemét, nem csak praktikus okokból, hanem nemzetbiztonsági okokból is. Tehát a mostani kormányzati mondás az az, hogy az iszlám az nem lehet egy külföldi vallás Franciaországban, hanem egy francia vallásnak kell lennie. Hát nyilvánvaló, hogy ez a küldő országok egy részének, amely hát szívesen tartaná a kapcsolatot a diaszporával, ilyen-olyan okokból hát nem tetszik, ez érthető. De ez nem csak vallási probléma, hanem egy kétoldalú kapcsolatokat és nemzetbiztonságot is érintő kérdés. Tehát ez a három kiinduló pont, amit figyelembe kell venni. Na most az a fórum, amit most mondjuk így kitaláltak, ugye ez a Franciaországi Iszlám Fórum, ez nem egy stabil szervezet lesz. Ez egy legalább évente egyszer összehívott fórum, aminek lesz egy plenáris ülése, és munkacsoportokban fog dolgozni. Az elmúlt években megpróbáltak lemenni helyi megyei szintre, és a prefektusok segítségével a helyi muszlim aktorokat valahogy az állami párbeszédbe becsatornázni. Hát azt mondják, hogy ez alapján állították össze az idei meghívottakat, és ha jól értem, akkor nem lesz stabil a meghívottak köre. Ami azért nagyon fontos, mert a korábbi tanácsban ugye mindenki pozíciókat építgetett, és mindenki a befolyását próbálta stabilizálni, növelni, viszont ha nem tudják a szereplők, hogy az adott évben ki lesz a meghívott, vagy éppen milyen munkacsoportban mit és hogy vesz figyelembe az állam, akkor ez egy nehezebb játék lesz, és hát nyilvánvaló, hogy mondjuk így, hogy a konstruktív javaslatok révén lehet előrébb jutni a belügyminiszter meg a köztársasági elnök irodájáig. Tehát úgy első ránézésre, és ezt most nagyon nehéz megjósolni, hogy ez mennyire lesz hatékony ez a történet, arról van szó, hogy az állam akar egy párbeszédfórumot, ahol ügyekről lehet beszélni. Néha egyébként olyan ügyekről, amelyek 30 éve napirenden vannak, tehát a legjobb példa az a temetőkben a felekezeti parcellák kérdése. 30 évvel ezelőtt szintén napirenden volt az akkori belügyminiszter által gründolt muszlim fórum beszélgetésein, ugyanúgy, mint ma elmondja a belügyminiszter, hogy hát ezzel kezdeni kell valamit. Tehát, hogy ez bizonyos ügyekben tovább kell lépni, ez fogja adni azt a népi legitimációt, ami eddig hiányzott, hogyha a muszlim identitású emberek, a muszlim hívek azt látják, hogy aha, akkor ez megoldódott, akkor itt valami előrelépés történt, vagy itt valami változás történt. Én úgy látom, hogy az állam a befolyásokat próbálja most a párbeszédből kivágni, és gyakorlatilag kiemelni olyan aktorokat, akiket ő szívesen látna, úgymond a francia iszlám megjelenítőjeként. Ez előbb említette, hogy azok a patriarchális struktúrák már talán Franciaországban nem élnek úgy, mint ahogy az anyaországban éltek a muzulmán közösségeken belül. Én olvastam olyat, hogy akár most is jellemző az olyan francia kisvárosokban, ahol nagy számú muzulmán közösség él, hogy egy étteremben szegregálva ülnek le a nők vagy a férfiak, mert hogy az ő kultúrájukban ezt így szokták. És ilyen kérdéseket például felvetnek Franciaországban, ez probléma, vagy ezt megszokták már a franciák? Hát a muszlim részről ez alapvetően úgy néz ki, hogy egy kultúrát nem csak a férfiak hordoznak, hanem a nők is. Tehát egy mindenkori kultúrát a nők is ugyanúgy legitimálnak, hiszen már csak azért is például, hogy gyermekeket a nők nevelik. Tehát a gyermekek szocializációjában, értékrendjében a nőknek legalább, ha nem fontosabb szerepük van, mint a férfiaknak. Tehát amennyiben valahogy egy társadalomban, pláne Európában igény van egy ilyen vendéglátóipari egységre, amit ön mondott, az jelentős részben azért is van, mert az adott muszlim nők is ezt igényelik valamilyen okból. Hogy ez belefér-e az adott országnak a keretrendszerébe, kulturális keretrendszerébe, ez egy jó kérdés, és ennek vita tárgyát kell, hogy eznek vitának kell lennie körül. De azt kell látni, hogy ez nem csak a férfiaknak és a nőknek a problémaköre, hanem itt sokkal inkább arról van szó, hogy kialakultak Franciaországban, más európai országokban olyan társadalmi csoportok, amelyek a maguk alternatív értékrendjét próbálják élni, megélni nap mint nap, ami nincs összhangban a befogadó ország többségi társadalmának az értékrendjével.
Egyébként Macronnak akkor ezek a reform törekvései az iszlámra vonatkozóan ezeket a vitás kérdéseket is megpróbálja megoldani? Nézze, a jelenlegi francia törvények szerint ez egy nem működő modell, vagy egy nem szívesen látott modell, tehát én nem nagyon tudok olyan francia politikust mondani, illetve tudok, de mondjuk úgy, hogy nem kormányzati pozícióban, vagy nem kormányzati pozíció közelében lévő politikusok, hát akik rossz szemmel nézik ezt a történetet. Tehát, hogy azért a diskurzusban nincs legitimációja az ilyen típusú szegregált hát akár területeknek, akár vendéglátóipari egységeknek. Itt egy probléma van egyébként, ami miatt az egész politikai elit nagyon óvatos, inkább kettő. Ugye az egyik, hogy hát mégiscsak van 2-3 millió ember, akik azért szavazóként jelennek meg. Tehát ugye nem lehet ennek úgy neki menni a francia politikai diskurzusban, hogy akkor a muszlimok, vagy az iszlám, a párhuzamos társadalom. Tehát sokkal óvatosabban közelítik meg ezt a történetet. Politikai iszlámról beszélnek, radikális iszlámról beszélnek, tehát ugye a retorikában nagyon fontos az elhatárolás, hogy ki az, vagy mi az a szokásrend, aminek neki mennek, és mi az, ami nem. Ez az egyik. És a másik, hogy ugye vannak olyan kisvárosok, vannak olyan kerületek, ahol megjelennek ezek a jelenségek, vagy ahonnan nagyon sok dzsihadista távozott korábban. Hát itt is nagyon óvatosnak kell lenni, mert az egy állami kudarc, hogyha egy állam a saját törvényeit nem tudja megfelelően érvényesíteni egy területen. Tehát nehezen képzeli el az ember, hogy teljes retorikai melszélességgel álljon bele egy állam abba, hogy ő képtelen bizonyos utcákban, vagy bizonyos kisvárosokban bizonyos feladatokat ellátni. Tehát ez azért két olyan dolog, ami nagyon, nagyon lekerekíti az állami kommunikáció lehetőségeit, és mindig nagyon precízen céloznak, hogy mi az a jelenség, mi az a probléma, amit az állam nem szívesen lát és nem szívesen tűr el. A politikai iszlám egy bevett fogalom, tehát ami a társadalom szervezésnek az európai szokásoktól eltérő módja, az a francia állam számára alapvetően nem. Beszéljünk majd akkor gazdasági kérdésekről is, mert úgy tudom, hogy ez is egy fontos pont, de előtte egy kicsit arról, hogy a küldő országok milyen módon tudták eddig a befolyásukat érvényesíteni, akár Franciaországban, akár Nyugat-Európa más részein. Nagyon különböző mértékben tudták és akarták érvényesíteni. Azt kell látni, hogy egészen más pozíciója van például Marokkónak és például Törökországnak. Marokkó alapvetően partnere a mindenkori francia államnak, különösen egyébként most az iszlamista mozgalmak elleni küzdelemben, leginkább azért, mert a marokkói iszlamista ellenzék is kihasználva a liberális környezetet Franciaországban szerveződik, és onnan kelti azok a marokkói uralkodónak és elitnek nem megfelelő zűrzavarokat az anyaországban. Tehát Marokkó alapvetően partner abban, hogy azt a fajta népi marokkói iszlámot legitimizálja Franciaországban, illetve a francia állammal együttműködve adott esetben részt vegyen az imámképzésben, és ott a mégiscsak a két ország közötti hatalmi dinamika miatt, ha nem is garantálható, de nagyon nagy esély van rá, hogy a francia akarat fog dönteni, leginkább azért, mert a marokkói állam, mindenkori marokkói állam ki van szolgáltatva a Franciaországgal való gazdasági kapcsolatoknak, a politikai kapcsolatoknak, Franciaország nem állna a háta mögött Marokkónak, Marokkó Fekete-Afrikában is sokkal kevésbé tudná a saját akaratát érvényesíteni, ami számára viszont stratégiai kérdés. Tehát Marokkó esetében elképzelhető ez az együttműködés, nem beszélve akkor arról is, hogy a vallási kapcsolatok megőrzésével Marokkó azt a fajta érzelmi viszonyrendszert is fent tudja tartani a bevándorlók és az anyaország között, aminek köszönhetően a hazautalások érkeznek, hiszen az első generációk, akik megérkeznek, még segítik a családjukat, komoly összegeket utalnak vissza, másod-harmad generációnál ez egyre inkább kikopik, mert megköszönnek azok az érzelmi és családi és személyes szálak is. Tehát a marokkói állam mindenképpen ki van szolgáltatva a francia államnak, és ebben partnere lehet. És azt látjuk, hogy a marokkói állam nem bújtogatja a diaszpóráit, nem próbálja őket a francia állam akaratával szembe menő tettekre, gondolatokra ösztönözni.
Törökországgal már teljesen más a helyzet. Törökországban az AKPÁRT 2002-es hatalomra lépése óta nagyon aktív diaszpóra politika zajlik. Korábban is volt, nem ennyire aktív. Korábban elsősorban az etnikai, kulturális alapú mobilizáció volt jellemző Törökország és a diaszpórái viszonyában. Az AKPÁRT, ami egy szoft iszlamista párt, az ő hatalomra lépésük óta a vallási alapú mobilizáció is legalább ennyire erős, a Diyaneten keresztül, amit nevezhetünk leegyszerűsítve vallásügyi minisztériumnak, a diaszpórák hit életének a megszervezése is működik, és hát azt látjuk, hogy Törökország és Franciaország érdekei számos ponton ellentétesek a globális politikában. Itt beszélhetünk a kelet-mediterrán gázkincseknek a kitermeléséről, beszélhetünk a kaukázusi frontról, beszélhetünk a líbiai polgárháborúról. Tehát azt látjuk, hogy amikor bármiféle konfliktus, mint például az elmúlt évben, amikor konfliktusok halmozódnak fel Törökország és Franciaország között, akkor a török kormány, itt most megnevezhetjük Erdogan elnököt, az úgynevezett iszlám védelmében, vagy egy ilyen muszlim patrónusként fellépve támadja például Emmanuel Macronnak a reformtervét, és nevezte, ha jól emlékszem, őrültnek Emmanuel Macront, amikor az iszlám megreformálásáról beszélt egyáltalán, aminek számosokból súlya van, részben a Franciaországban élő török diaszpórák miatt is, akiknek a vallási életét eddig Törökországból szervezték meg, és ennek megfelelően az anyagi juttatásokat is onnan kapták jelentős részben legalábbis, mert azt is látni kell azért, hogy Franciaországban ugyanúgy ott van a török ellenzék is, akik nem feltétlenül szimpatizálnak Erdogannak a rendszerével. Tehát rengeteg vetülete van ennek a kérdésnek, és ahogy Eszter is elmondta, itt nagyon komoly politikai érdekek ütköznek. És akkor a gazdasági részére egy kicsit, ha áttérünk, ugye itt előbb említette Szaifó Marul, hogy anyagi juttatásokat is küldenek, például Törökország. Úgy tudom, hogy ugye az ő pénzükből mecsetek is épültek, stb. Hogy lesz ennek a reformtervnek gazdasági vetülete is, hogy szabályozza azt, hogy ki küldhet pénzt, mennyit és kinek? Ez már a szeparatizmus elleni törvénycsomagban benne volt, van egy 10 000 eurós határ, az be kell jelenteni az államnak, ha valaki külföldről 10 000 eurónál többet kap, és az államnak vétójoga lesz. A mindenkori prefektusnak, ugye az államképviselője megyei szinten. Tehát igyekeznek kontrollálni valóban a külföldről érkező pénzforrásokat, mert hogy ezt látják, vélhetően helyesen a média mellett a külföldi befolyás egyik legjelentősebb eszközének. És hát van még egy dolog, amit meg kell említeni, hogy a muszlim szervezetek egy nagyon jelentős része egyébként nem az 1905-ös törvény által előírt vallási egyesületként működik, hanem az 1901-es egyesületi törvény hatája alá tartozik, és ez egy nagyon határozott állami szándék, hogy az 1905-ös törvény hatája alá hát terelgessék ezeket a szervezeteket, és ott adókedvezményeket kapnak például ingatlanbérbeadásra és hasonlókra. Tehát az állam áttételesen azért mégiscsak próbál finanszírozni és segítséget nyújtani ezeknek az egyházaknak, egyesületeknek abban, hogy saját forrásokból tudják ellátni a feladataikat. Ugyanakkor, ha megnézzük a Forifnak, tehát a legutóbbi fórumnak a napirendjét, ott nem szerepelt a finanszírozás, pedig ez a legégetőbb kérdés. Hát úgy vitázták föl a napirendre a finanszírozás kérdését. Amit itt figyelni érdemes, az a Hakim el-Karoui félő egy Macron közelinek mondott muszlim szervezetet vezető figura, neki van egy iszlám finanszírozási terve, a mekkai zarándoklat szervezését alakítaná úgy, hogy abból a muszlim közösség a saját hitéleti igényeit tudja finanszírozni. Na hát ez egy nyitott kérdés, mert hogy hát itt megint csak a küldő országok részéről, a közösségek részéről pozíciók, befolyások és hát mindenféle pénzutak megzavarására van lehetőség, de szerintem ez a legizgalmasabb és az egyik legvitatottabb kérdés. Sok más mellett, de hát nyilván ez az, ami érdemben strukturálhatja a közösséget. Mit szólnak egyébként Franciaországban ehhez a reformtervhez, és akkor kezdhetjük akár azzal, hogy a muzulmán közösség mit szól hozzá. Van egységes álláspontjuk, vagy köztük is viták vannak, hogy jó lesz ez nekik, vagy sem? Itt, amit látunk, az elsősorban az a muszlim hangadóknak a diskurzusa, ahol nagyon is körvonalazódik az, hogy kinek milyen gazdasági, politikai, egyéb érdekei vannak. Most alapvetően ennek a
a címzetje, tehát ennek az egész elképzelésnek, törvénycsomagnak a címzetje, illetve a muszlim vallásgyakorlás ulja szervezésének a címzetje, például a muszlim testvérek, például a tablighi dzsemaát, azok a szervezetek, amelyek 80-as évek óta gyakorlatilag zavartalanul tudtak működni a francia társadalmon belül. A másik címzetje pedig minden olyan államhoz köthető aktor, aki nem feltétlenül a francia belpolitikai érdekeket tekinti elsősorban szem előtt. Tehát azt látjuk, hogy a török sajtó gyakorlatilag tajtékzik, tehát ott igyekeznek legalábbis a problémát iszlám sikra terelni, tehát elbagatelizálni ennek a rájuk vonatkozó vetületét. Kihangsúlyozzák, hogy a franciák különböző állami aktorokat tekintenek veszélyesnek, a marokkóiakat, az algírokat és mellesleg a törököket, de azt látjuk ugyanakkor, hogy a marokkóiak ünneplik ezt az elképzelést éppen azért, mivel ők is benne vannak ebben, és nekik is gyakorlati hasznuk lesz ebből. Ahogy a hétköznapi muszlimok mit gondolnak, arról nekem nincs információm, és nem is találtam erről információt különösebben sehol, mert a hétköznapi muszlimok nem feltétlenül gondolkodnak a francia iszlámban. Ők sokkal inkább a maguk iszlámában gondolkodnak, ami vagy földrajzilag lokális, vagy a digitális térben lokális, de nem feltétlenül van kapcsolatban a más francia csoportokkal, és itt beszélhetünk etnikai megosztottságról, irányzatbeli megosztottságról, vagy egyszerűen az adott előjáró iránti szimpátiáról. Tehát azt látjuk, hogy maguk a vallásgyakorló muszlimok, vagy vallásukat kevésbé gyakorló muszlimok kiesnek most ebből az egész történetből, és ami igazán nagy kérdés éppen ebből kifolyólag, hogy mi lesz, hogy fogják ezek az állam által támogatott, valamelyes támogatott szervezetek megteremteni a maguk társadalmi legitimitását, hogyan fognak követőkre találni. Amit Eszter elmondott, ez egy nagyon jó példa, és kézzelfogható például a temetőknek a kérdése, de ott van számos egyéb olyan dolog, például az, hogy a vallási utasítás, nem utasítások, vallási javaslatok, a hétköznapra vonatkozó vallási utasítások mennyire lesznek összeegyeztethetőek az emberekkel, mennyire fogják azt érezni, hogy ők szeretnének erre az adott imámra hallgatni, miért tud ez az imám egyáltalán bármiféle releváns üzenetet mondani számukra, ami lelkileg hétköznapi életük szempontjából fontos. Ez még mind várat magára. Én ha tippelnem kellene, azt mondanám, hogy nagyon felemás eredmény várható, elképzelhető, sőt biztos, hogy lesznek lokális közösségek, akik nagyon jól be fognak csatornázódni, ahol kialakul majd a bizalom leginkább a közvetítő személye miatt, és a személye és intézménye miatt adott esetben az állam és a muszlim hívek között, máshol pedig totális kudarcra lesz ítélve. A nem muszlim franciák mit szólnak ehhez? És úgy tudom, hogy Franciaországban van Európán belül a legnagyobb zsidó közösség. Arról lehet tudni, hogy ők hogyan fogadták ezt? Ugye február 5-én volt ez a bizonyos fórum, ez az első plenáris ülés, és én ott a plenáris ülés környékén megnéztem a Twitteren, hogy mit csacsognak erről a történetről, és az első dolog, amit konstatáltam, az az, hogy nagyon keveset. Tehát, hogy nagyon kevés találat volt ahhoz képest, hogy egy ilyen horderejű politikai és vallási témát mennyire kellene, hogy tárgyaljon. Az a Twitter, ami egyébként a francia politikai életnek egy ilyen nagyon fontos kommunikációs felülete, tehát nem úgy, mint nálunk, hogy ha már valakinek 300-400 követője van, akkor az szuper, tehát hogy ennél fontosabb. És megosztottságot láttam, tehát kétféle diskurzust, mit csinál ebben az állam, semmi köze a vallásokhoz. A másik pedig, hogy akkor végre történik valami, és akkor reformot és reményt láthatunk. Tehát ez a kétféle reakció volt, és egyébként ebből én arra következtetek, és azóta a sajtó olvasmányaim alapján is erre következtetek, hogy van egy kivárás. Van egy ilyen, hát majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből, és milyen eredményei lesznek, ugye itt munkacsoportokban dolgoznak, meg létrejött egy, ha jól tudom, végül úgy döntöttek, hogy lesz egy finanszírozási munkacsoport, tehát inkább egy ilyen, jó, hát akkor itt ezt még nem próbáltuk alapon, az elmúlt 20 évben az első és a második próbálkozás az láthatóan nem működött, lássuk, hogy ebből mi lesz. Most 14-én beszélgetünk, a napokban lesz egyébként a CFCM-nek az éves, tehát a következő közgyűlése, ahol az is fölmerül, hogy esetleg az előző szervezetet jogilag is feloszlatják. Azt mondják,
muszlim hívek és vezetők, hogy nem biztos, hogy meg lesz ehhez a többség, de ez számomra azt is jelzi, hogy itt azért a közösségeken belül is van nagyon sok elintéznivaló még, amiről nem feltétlenül értesülünk. Úgyhogy nagyon keveset tudunk mondani arról, hogy ki mit reagál. Én egy ilyen szkeptikus várakozást látok, hogy akkor mi lesz ebből, meg hát persze mindenki elmondja, hogy itt van egy politikai kontextus. De akkor, ha jól értem, ez az előző ernyő szervezet, aminek a feloszlatása most szóba kerülhet, itt olyan emberek vannak, akik állandó tagok, tehát nekik valamilyen szinten érdekük lenne, akkor hogy ez ne legyen feloszlatva. Vannak belső viták köztük. Tehát azért sikerült idézőjelben ezt a szervezetet elhaláloztatni politikailag, mert nem tudtak új elnököt választani. Tehát gyakorlatilag működésképtelenné vált ez a szervezet, olyan mértékűek a belső viták. Tehát nyilván lenne olyan, akinek érdeke lenne, hogy megmaradjon, meg olyan is, akinek nem. De minek utána, hát ennek a szervezetnek jelen pillanatban nincsen feje, és gyakorlatilag működésképtelen, ezek után az állam azt mondta, hogy innentől kezdve nem tekintjük legitim tárgyalópartnernek, és ezzel megszűnik az értelme a CFCM-nek, mert hogy az egyetlen értelme az volt, hogy az állam segített létrehozni, és most segített kivégezni. Na akkor egy utolsó kérdést engedjenek még meg. Ugye itt a vallásszabadság miatt érdekes kérdés egyébként, főleg Macronnak ez a terve, és az lenne a kérdésem, hogy mit gondolnak, illetve milyen hangok jönnek akár Franciaországból ezzel kapcsolatban, hogy más vallásokra való kiterjesztése. Most ezt úgy értem, hogy akár a muzulmán vallási képviselők nem mondhatják azt, hogy miért velünk foglalkoztok ennyit? Ott vannak, akkor valamilyen módon szabályozzátok a zsidó közösséget, a keresztény közösséget és a többit. Ennek van bármilyen aggodalomra okot adó jele? Nem látom ezt a dinamikáját ennek a kérdésnek, sokkal inkább azt látom, itt az állammal való konfliktusnak a lehetősége az, ami aggasztja a muszlim előjárókat, sokkal kevésbé a többi vallásnak az állapota. Itt ami meghatározó, hogy a többi vallásra, a többi csoportra, felekezetre hogyan hat ez a törvény, aminek Eszter a szakértője. A francia állam a zsidósággal mondjuk a 19. század elején, a napóleoni korban folytatott párbeszédet, és akkor kialakult az együttműködés rendszere. A katolicizmussal rengeteg konfliktusa volt a francia államnak, hát emlékezzünk csak az 1905-ös törvényre, meg mindarra, ami utána következett, tehát ott is lezajlott egy gyakran nehéz harc, ha tetszik, a francia állam és a vallási közösségek között. Magyarul ezek a harcok lezárultak, ezek nincsenek napirenden, nincs jelen pillanatban olyan konfliktus, vagy olyan helyzet, ami miatt a francia államnak a többi szervezettel, vagy többi egyházzal, vallással foglalkoznia kéne, és ott ráadásul van tárgyaló partnere. Lefordítom magyarra, hogyha a francia állam a kóservágásról akarna párbeszédet folytatni mondjuk a zsidó közösséggel, akkor pontosan tudná, hogy kik azok a világi és egyházi vezetők, akikkel neki párbeszédet kell folytatni ebben a kérdésben, míg ez az iszlámnál, hát azt hiszem itt ülünk ketten némi tudással ebben a kérdésben, hát nagyon nehéz lenne meghatározni, persze meg tudnánk mondani, hogy mik a legnagyobb muszlim közösségek és a legnagyobb mecsetek Franciaországban, de a reprezentativitás és a legitimitás kérdése messze nem olyan világos, mint a többi vallás esetében. Illetve a muszlim közösségeknek nincs is meg az a fajta intézményesített hálójuk. Tehát vannak nyilván számos muszlim hálózat működik Franciaországon belül, de ezek elsősorban egymásnak a riválisai. És az állam részéről is mindig egy nagyon komoly politikai kérdés, hogy éppen melyiket szeretné erősíteni, melyiket szeretné gyengíteni azért, hogy a saját érdekeit, illetve a többségi társadalomnak a kultúráját valamilyen módon erőre tudja mozdítani. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a meghívást, mindezt elmondták, és megvilágították ennek a hírnek a hátterét. Sós Eszter Petronella, Franciaország szakértő, a francia politika szerkesztője volt a vendégünk, és Szájfó Omár, a Migráció Kutató Intézet kutatója. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen.